Szia Bernadett, az LMP társelnöke. Kedvét csókolom, jó reggelt kívánok. Siffer András, a másik pártelnök azt mondta, idézem, hogy nem szabad összefogni a bukott baloldallal, majd azt mondta később, hogy a párt, az LMP korrekt ellenzéki együttműködésre készül az MSZP-vel. Na, akkor most ezt tessék nekem föloldani, hogy mi van, mert aki ezt érti, az szerintem góréstől eszi a kukoricát. Elnézést, már kezdem érzékelni, hogy ez a magyar médiában egy központi probléma lett ez a nyilatkozat az elmúlt napokban. De szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez arról szól, hogy azt szeretnénk folytatni azt a konstruktív politizálást, amit az elmúlt években is tettünk. Ugye, ahogy a Fidesz-KDNP-nek is a konstruktív ellenzéke voltunk a magyar parlamentben, épp úgy ügyek mentén együttműködtünk az ellenzékben, például a Magyar Szocialista Párttal is. Én például személyesen gyalogoltam az éjségmeneten, vagy voltam a... Simon úr előtt vagy után? Előtt, vagy hol, mert ő is ott gyalogolt az éjségmenetben. Hát nem tudom, hogy ott volt. Azon a szakaszon ő szerintem nem volt ott. Két másik országgyűlési képviselő ott volt. Jó, nem akartam megakasztani csak. De szerintem korrekt, hogyha kiállunk a szegénység, növekvő szegénység ellen. Tehát ugye a rendszerváltás óta nem volt ekkora szegénység ebben az országban. Szerintem, ha arról van szó, hogy megoldást keresünk arra, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, szerintem ott a helyünk. De... szükséges még valamilyen magyarázatot adnom erre? Nem, csak megkérdeztem, mert én nem tudtam feloldani, de hát... Remélem, akkor is sikerült most megtennem. Remélem én is. Azt is mondták önök, hogy az önök által kijelölt út lesz az, idézem, amely Magyarország megújulásához vezet, megújításához vezet. 5,2%-ból ez nem, hogy is mondjam, nagy terv. Hogy az önök programját nem százalékok kérdés, úgy is mondta, de ez nem kilóra megy. Konkrétan van egy programunk, ugye az a címe, hogy Megújuló Magyarország programja. Én azt is nyilatkoztam még itt a kampány során, hogy ez 2014-ben egy választási program volt, viszont szeretnénk, ha 2018-ban már kormányprogramot írhatnánk. Egész egyszerűen nem látok olyan politikai erőt a magyar parlament közelébe, amely képes lenne arra, hogy úgy hadat üzenjen a bukott politikai elitnek, mint a szélsőségeknek. Én azt látom, hogy a lehetnás a politika kezében egy történelmi felelősség van abban a tekintetben, hogy Magyarországon 21. századi eszközökkel próbáljon meg haladást elérni. Láthatóan ebbe belebuktak úgy a Fidesz-KDNP, mint az MSZP és társai, a Jobbik pedig nem kínál valós megoldásokat, csak felveti a problémát, aztán teljesen fél elő. Ha összeadja a szavazatok, azt mondja, hogy nem Kínát is belebuktak, akiket említett, ugye 46%-a a szavazóknak, akik elmentek, ugye szavazott a Fidesz-KDNP-re. Hozzáadom a Jobbikot, az 20, akkor az 66%, mondom, az szavazott a jobb oldalra. Tehát gyakorlatilag is, ha önöket is hozzáadom, akkor 70% teljesen elutasította a baloldali politikát. Akkor hogy érti azt, hogy megbuktak ezek a gondolatok? Amire a szavazópolgároknak a 46%-a biztosan szabad. Nézze, amikor azt mondom, hogy a következő 4 év az meglehetősen kemény lesz számunkra, az pontosan arra vonatkozik, hogy el kell tudnunk Magyarországon mindenhol mondani azt, hogy mi mire kérünk felhatalmazást, és úgy kell elmondanunk, hogy ezt pontosan értsék a magyar választópolgárok. Ez a mi felelősségünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Láthatóan erősít kell a szervezetünket országos szinten, ott kell lennünk mindenhol, hogy megtaláljanak minket. Tehát ez egy építkező munka. Viszont ha azt megnézi, hogy egy évvel ezelőtt ez a párt, amelyet én is képviselek, az hol állt, kb. 1% körül. Én nem tudok olyan erőt mondani, amely egy év alatt ilyen körülmények között ilyen ugrásszerű növekedést vagy erősödést hajtott volna végre, mint a lehet más a politika. Ebben igaza van, ha a számokat tehát nézem, ez így van, bár ne haragudjon, hogy megállítom. Azért még a választás végeredménye nincs meg. Tehát pontosan még nem tudjuk, hogy összesen mennyi listás szavazat érkezik be. Ugye a levélszavazatokat még számolják, akik átjelentkeztek, azokat is számolják, a külföldről is jönnek be a szavazatok, azokat is számolják. Előfordulhat ön szerint az, hogy olyan sok listás szavazat jön még be, ami esetleg más pártokat érint, hogy önök 5% alá csúsznak és kiesnek a parlamentből? Magamnál hozzáértőbb választási szakemberek konzultálva azt gondolom, hogy nem, tehát ez nem fordulhat elő. Úgyhogy ezért tudunk így a médiában ennek megfelelően nyilatkozni itt a napokban, de nyilván szombaton lesz végeredmény, vagy szombat környékén lesz végeredmény ezen a területen. Viszont azt is látni kell, hogy már zajlik egy másik kampány, ugye EP választásokban vagyunk. Számunkra az is fontos, hogy ott megmérettessünk és jól teljesítsünk. Ugye ez egy olyan év Magyarországon, amikor 3 választás lesz, az országgyűlési, az EP és az önkormányzati, és nekünk ez a mostani, ez az országgyűlési adott egy lendületet az EP-n keresztül az önkormányzatihoz, ami szintén borzasztó fontos. Ugye beszéltem arról, hogy itt milyen terveink vannak
az országos hálózatunk kiépítésére és megerősítésére. Tehát ez a három választás így együtt jó alkalmat kínál nekünk arra, hogy olyan politikai közösséget teremtsünk, amely képes egy megerősödött LMP-vel LMP-t teremteni, ami 2018-ban akár Orbán Viktor kihívója lehet, esélyes kihívója, hogy így fogalmazza. Ugye akkor maradjunk annyiban, hogy összekacsintottak az MSZP-vel, ugye ezt nem tetszik tagadni? De tagadom, nem is értem, milyen összekacsintás van. Hát fogalmazza. Az ön társelnöke, most van a másik elnök, az Siffer András azt mondta, hogy korrekt ellenzéki együttműködésre törekednek az MSZP-vel. Ez nem összekacsintás, a magyar parlamentben azért mennek be a pártok, és azért alapítanak frakciót, hogy az ország dolgait egyről a kettőre vigyék. Az, hogy a pártok egymással korrekten együttműködnek, szerintem ez egy teljesen normális demokratikus történet kellene, hogy legyen itt. Az a probléma ebben az országban, hogy már azt a mozit nézzük most már több évtized óta, hogy egymás fejét gyepálják a pártok, ahelyett, hogy az ország dolgaival foglalkoznának. Önök azt mondták mindig, és ez lenne az én utolsó elbocsátó kérdésem, hogy mindig azt mondták, hogy ügyek és elvek mellett politizálnak a parlamentben. Ez azt jelenti, hogy akár a Fidesz-KDNP-vel, akár a DK-val is ügyek és elvek mentén, akár a Jobbikkal is együtt meg, tudnak politizálni. Most mondok önnek egy példát, tehát hogy egy kicsit így helyre tegyük ezt a dolgot. Akkor volt a NAV vizsgálóbizottság ügye. Mi voltunk azok, személy szerint én is elég sokat rohangáztam narancs és piros meg fehér színű ívekkel, hogy összeszedjük azt a 78 aláírást, ami ahhoz kellett, hogy elinduljon annak a vizsgálóbizottságnak a története, ami az ország egyik legbotrányosabb áfacsalási ügyetét tudná elkezdeni felderíteni, hogy így fogalmazzak. Gyakorlatilag végignéztük azt, hogy egy csomó párt az ügy elé helyezett mindenféle egyéni preferenciát, ahelyett, hogy arra koncentrált volna, hogy az országnak mi az érdeke. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha mindenki tanulna abból, hogy itt mi ment az elmúlt 4 évben, és mindenki megpróbálna az ország ügyeivel foglalkozni, például akkor, hogy a 78 aláírást össze kell gyűjteni. Szél Bernadett, az LMP társelnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.